Nem sokkal éjfél előtt jöttek ki hétfőn az adónyomozók a Simicska Lajos tulajdonában lévő Mahír City Poster budapesti székházából. A fegyveres nyomozók 8 órán át tartottak házkutatást a cégnél. Összesen 11 ezer oldalnyi iratot foglaltak le. Ti dolgoztok, ők lopnak. Ezzel a felirattal kerültek ki a Jobbik plakátjai, rajtuk Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, Habony Árpád és Rogán Antal arcával. A Magyar Idők már a múlt héten megírta, hogy a plakátok miatt nyomozást indított az adóhatóság egy közérdekű bejelentés alapján. A gyanú a kormánypárti lap szerint költségvetési csalás, vagyis az, hogy Simicska Lajos cége több felületen hirdette a Jobbikot, mint amennyiért fizettek. A Mahír City Poster szerint, ha valóban a jobbikos plakátkampány érdekelte a nyomozókat, akkor valamit alaposan elrontottak. A nyomozók megbízó levele ugyanis csak az áprilisig terjedő időszak iratairól szólt. Akkor ugyan már voltak kint jobbikos plakátok, de ez a dokumentációból még nem látszik. Az ilyen kampányoknál maga az, hogy teljesítés történjen, kiszámlázódjon és áfát fizessenek utána, az akár hónapokat is igénybe vehet, tehát ez nem egy lezárt időszak, így valójában pont azokat az iratokat nem tudták magukkal vinni, amelyekért a sajtóhírek szerint eredetileg érkezhettek a Mahírhoz. A Fidesz is szeretné tudni, hogy mennyit fizetett a plakátokért a Jobbik. A legóvatosabb becslések szerint, reklámszakemberek becsléséről beszélek, az 2,5 milliárdba kerül. A Jobbik szerint, ha ez így lenne, az a Fidesznek kínos, hiszen a 2010-es és a 2014-es választási kampányok alatt a kormánypártok 2,5-szer annyi plakátot helyeztek ki, ami az ő becsléseikkel számolva több mint 6 milliárd forintot jelentene. Ez sokszorosan túllépi a törvényi kereteket és korlátokat. Ebben az esetben tehát fölmerül a kérdés, hogy az előző két országgyűlési választást, mindkettőt ugye kétharmaddal, akkor csalások révén nyerte meg a Fidesz. A Jobbik kormány ellenes plakátkampányához hasonló kampányokat törvénymódosítással is megpróbálják megakadályozni. Kampányidőszakon kívül megtiltanák politikai reklámok elhelyezését közterületen. Erről holnap szavaz a parlament.